A műsort a THX Games ZRT, a honfoglaló társas játékok gyártója támogatta. Sziasztok, Varga Iza vagyok, ez pedig itt a Szövetség. Mai napon a vendégeim a honfoglaló arénában a csodálatos Baéva! Yeah! És a fantasztikus Marcali László, Luigi! Sziasztok! Remélem tudjátok, hogy ma nem lesz elég kihúzni a számokat, és a jackpot sem segít rajtatok. Senki nem tudja náluk jobban, hogy a szerencse forgató. A lottószámok mágusai, Éva és Luigi érkeztek ma hozzánk, hogy megküzdjenek a sötét nagyúrral. A számhúzásban nincs jobb náluk, de lássuk, vajon sikerül-e kihúzniuk a tizedik körig. Hogyan készültetek erre a vetélkedőre? Hoztunk magunkkal három közjegyzőt, akiket leraktunk a kamerák mögött, ők felügyelnek mindent, ellenőrizték az összes kérdést, és mindent rendben találtak, úgyhogy szerintem nem lesz gond. Én régen játszottam a laptopomon, volt, hogy napi másfél órát. Ez még a honfoglaló lehetett, igen, ugye? Igen, nagyon szerettem. A Szövetség abban különbözik a honfoglalótól, hogy itt egymásért játszotok, egymással karöltve, igazán barátok közt érezhetitek magatokat, a pontszámaitok is közösekké válnak, lássuk, hol lesznek a bázisaitok. Jó! A viharsarokban foglal helyet a sötét nagyúr. Remélem, jó messze leszünk tőle. Jó messze tőle a felső síkság, ami Luigi vár. Szuper. Évi pedig a sötét erdő közvetlenül Luigi alatt. Hát papucsban áll. Milyen kedves jelző ez, édesanyám. A sötét erdőből Bai Éva jelentkezik. Tehát itt a vihar sarokban van a gonosz. Így van, és tovább fog terjeszkedni. Hova kerül az a szemét? Nyugati kikötő, magányos sivatag vagy csipkés fjordok? Lássuk, mit választ a sötét nagyúr. A magányos sivatagot, hát ez jellemző rá. Kalózöböl, keleti kapu, lángolóhegyek, varázslók sziklái vagy éles varázslók sziklái. Azt választom. De nyugodtan megbeszélhetitek a taktikát menet közben, hogyha esetleg egyeztetni szeretnétek. Egyeztetni? Jó, hát ugyanarra gondolunk mindig. Én a lángoló hegyeket szeretném kérni. Milyen jól hangzik. Sötét nagyúr következik ismét. Aki te Berényi Mikinek hívsz? Békeföldje. Most én következem. Egyelőre induljunk, zárjuk le a titokzatos átjárót. Igen. Jó. Oké, Évi. Védekezem? Igen, én a... Kalóz? Kalózöből, igen. Azt hiszem, az jó lesz. Tiszta Jack Sparrow vagy. Sötét nagyúr következik. Nyugati kikötőt választotta. Évi? Én azt hiszem, a legtávolabbi sarkot. Szerintem a Manók földjéhez megy. Biztos. Hát, igen, mert még nem fog tudni közelebb jönni. Jó, oké, Manók földje, akkor a keleti kaput majd máskor. Mert nehogy hátba támadjon. Azt majd jövőre, nem? Ez a 2020-as tervben van. Ez egy helyes döntés volt, mert nagyon-nagyon közel került volna a sötét nagyúr a várhoz. Luigi? Én akkor a lélekvesztőt azért a biztonság kedvéért beszeretném zöldíteni. Jó, sötét nagyúr. Húha, a feneketlen tó területét választotta. Lássuk akkor az éles sziklákat. Én azt gondolom, hogy Iza, mit szólnál, ha az éles sziklákat választanám? Én is erre gondoltam. Évi? És akkor nem marad keleti más hátra, mint az. A keleti kapu, ugye? Az nem volt annyira jó, de jó volt. Csípkés fjordokat választ, Évi. Hát, Iza, arra gondoltam, hogy annyira adjuk a fenyverzsugot. Nincs más hátra, mint fenyverzsug. Na, oda is jártam, az általános iskolám volt. De és most a kettőből választhatsz. Hát a végtelen hegységet természetesen. Végtelen. És maradt a jó reménységöből a sötét nagyúrnak. Nézzük. Következem a harc. Lássuk az első kérdést. Ki nyerte az első Formula 1 magyar nagydíj? Azt te konferáltad föl, anyu. Nelson Piquet, Ayrton Senna, Nigel Mansell vagy Alain Prost? Hát, köszönjük ezt a sportkérdést. Évi konferálta fel, tehát lehet, hogy még említettem. Én a Sennát nyomnám. Te biztos tudsz valamit, anyu? Nem. Akkor nyomj mást. Egy Prostot nyomtam.
Egyik válasz sem helyes. Ezt nem mondjátok komolyan. Nelson Piqué lett volna a helyes válasz. Úgyhogy így rögtön az elején egy rossz kör következik. Ugyis mindkettőtök helyett a sötét nagyúr fog lépni. Lássuk, mit választ. Tényleg egy sportkérdéssel kezdtétek? Varázslók sziklái. Le fogja dönteni a váradat, anyu? Az első tornyot? Képes rá. Második lépése. Ajaj. Hát az egyik vároromnak annyi. Az én vagyok? Igen. Az én várormom? A másik bizony. Várormodnak is annyi. Nem biztos. Talán lássuk, hogy a sötét nagy nem lesz jó fej. Dehogy nem. Nem, de küzdenünk kell. Olyan, mint Thanos. A lángoló hegyeket választottam. Nagyon hálásak vagyunk neki. Na, figyelj, most egy ormot. Ezt nem hiszem el. Szedjük hogy... össze magunkat. Szedjük össze jó, magunkat. Hát ez, mivel a Formula 1-et sosem nézem. Az van, ez csak, hogy elmondjuk neked, nem. Hogy az elmúlt X évben, mióta a hatos lottósorsolást vezetjük, vagy te, vagy én, az mindig a Forma 1 után volt közvetlenül. Tehát az elmúlt 20 évben mi nem tudtuk nézni, mert ott voltunk mindig. Oh. Számoltuk a golyókat 1-től 45-ig. És az lett volna a kérdés, hogy ezen a közvetítésen milyen színű felső volt rajtad, emlékezni nem. Rá? Nem. Én most néztem vissza, azért tudom, hogy világos kék. Pulóver. Igen. Én és gyönyörű voltál. Én. Jétén. Az akkor nem volt. Tudsz valami olyan kérdést föltenni, mert a kötésről van szó? Kötés. Uh-huh. Valami, csak ne focis kötény legyen. Hát nézd. Lássuk, kössünk mondjuk hozzátok. Nagyon most szükségünk van rá. Vissza is állíthatom a tornyomat? Azt nem. Sajnos a torony, ha egyszer oda van, akkor véglegesen kell elbúcsúznotok. Igen. Ezért azt mondom, hogy ha olyat láttok, hogy közvetlenül a váratok mellett van egy terület, ami a sötét nagyúrhoz tartozik, igen, akkor kéne... érdemes azt visszafoglalni. Igen, így gondolom magam is. Milyen jó, hogy most nem ez a helyzet. Mi volt a sportfogadási és lottó igazgatóság szépségversenyének a címe? Na, most fogunk kiesni. Miss Lóhere, teli találat. Fortuna kerestetik, az. Vagy szerencse csillag? Fortuna kerestetik. Jaj, de jó. Megnyugodtam. Ugye, anyu? Igen. Jó. Biztos? Igen. Ott voltál? Nem. Konferáltad? Nem. Jó. Akkor biztos. Akkor elhiszem. Akkor biztos. A helyes válasz pedig a Fortuna kerestetik. Yeah. Hú. Nagy kőzuhant. Lássuk most, hogyan taktikáztok. Kezdje először Luigi. Természetesen a lángoló hegyeket szeretném választani. Én pedig a varázslók szikláit. Nagyszerű döntés. Bár, lássuk, hogy mit hódít vissza a sötét nagyúr. A varázslókat. A varázslók szikláit. Én mindig nem úsztuk meg. Nincs malacom, látod? Lássuk a következő kérdést. Mi az a Helicobacter pylori? Köszönjük. Baktérium, amely gyomorfekét okozhat. Levegőben terjedő spórafajta, Vietnámban használt amerikai helikopter, vagy tengeri algafaj. Mi a Helicobacter? A pylori az szerintem valami alga. Pirula tabletta az alga tabletta, akkor a tengeri algafaj, anyu, szerintem. Jó? Biztos vagy benne? Igen. Én a baktérium, amely gyomorfekét okozhat. Szerintem a pirulina az egy ilyen algás cucc szokott lenni. Az a spirulina. Spirulina? Igen. Na akkor legalább neked legyen igazad. A helyes válasszal kapcsolatban azt tudnám elmondani, hogy az 50-es, 60-as korosztályban a leggyakoribb. Aha, tehát a helikopter. Tehát a helyes válasz a baktérium, amely gyomorfekét okozhat. Ez azt jelenti, hogy Évi válasza helyes volt, és egyedül Luigi bukta ezt a kört. Hoppá! Hát... Ajajajaj! Viszont Évi választhat. Jaj, de hogy te kezded. Békeföldje ez vagy varázslók sziklái? Akkor a békeföldje. Nem, azt nézem, hát messze sziklái. Van. Varázslók sziklái, persze, hát azon közel a váramhoz. Varázslók sziklái, igen. És hát még választ a sötét nagyúr. Vissza, visszafogja. Az a baj, hogy kettőt is. A varázslók sziklái. Édesanyám, most tisztelettel szeretnélek sajnos megkérni. Még egy tornyot. Választott magának a sötét nagyúr. Nagy bajban vagytok, azt kell mondjam. Hogyha tudod a jó választ, határozottan mondd, hogy ez a jó válasz. Légy szíves, jó?
mert én hülye vagyok, hát nem jártam magánórákra. Tehát akkor a taktika az az, hogyha valaki tudja a helyes választ, azt azonnal jelezze, hogy de biztos, ugye? Erre gondolod? Igen, igen. Oké, menjünk tovább. Melyik nem kártyajáték? A durák, a ramsli, a gó, vagy a piké? A gó és a ramsli, nem tudom. A durák az biztos, a ramsli is. Szerintem a gó is. A piké nem. Jó, akkor nyomjuk azt? Igen. Olyan gyorsan nyomtatok, hogy nem tudtam segíteni, pedig biztos vagyok benne, hogy ha adtatok volna egy kis időt, igen, akkor azért elbizonytalanítottalak volna titeket. De csak bizonytalanítottál volna? Igen, ugyanis a gó egy kínai eredetű táblajáték. Ne. És a helyes válasz is egyben. Ez egy gyors játék volt. Köszönjük szépen a lehetőséget. Várjatok, még nem biztos, hogy a sötét nagyúr ilyen kegyetlen lesz hozzátok. De. Lehet, hogy meg akarja hosszabbítani egy kicsit a kínlódásokat. Ne. Biztos, hogy nézzük, nem. Hogy mit választ. Ne. Lángoló hegyek. Második körben. Húha. Na. Luigi egyik ormát. Nagyon jó fej a sötét nagyúr. Rendkívül jó fejdöntés volt ez a részéről. Még remény... Oh. És leomlott a második torony is, azaz két torony esett áldozatául ennek a körnek. Menjünk tovább. Melyik színész formálta meg Lotto Otto figuráját? Évi bólogat. Igen. Tudod-e a helyes választ? Igen. Anélkül, hogy felolvasom. Én tudom. Igen. Én is sejtem, de nem merem kimondani. Igen. Mi az? Kabos. Kis kabos. Választhattok Latabár Kálmán, Kabos László, Jávor Pál és Gózon Gyula között. Ah, végre. Jó. Hát akkor Kabos természetesen. Ugye? Kis Lacika. Jó. A kis Lacika Lacina. Helyes válasz, Kabos László. Ami na most jelenti, induljunk el. Akkor varázslók sziklái, az leszek én, ugye? Azt fogom vissza. Visszahódítani, igen, Luigi? Hát természetesen a lángoló hegyek. A lángoló hegyek, így már a váraitok védve vannak, és most nézzük a sötét nagy úr, mit lép. Varázslók. A varázslók sziklát visszahódította. És azt kell, hogy mondjam, hogy pontszámokban is jobban áll most a sötét nagy úr. 3200 pontja van, 2800 pedig nektek, de ez még nem egy behozhatatlan előny. Igen, hogyha most mázlink van a kérdésekkel, ha most mázlitok van a kérdéssel kapcsolatban, akkor akár ki is egyenlíthettek. Mi a futrinka? Egy utca. Pincébe vezető létra, vagy Erdélyben így nevezik a babot, esetleg mocsártaposó lábbeli, avagy egy bogár. Egy bogár. Ugye? Igen. Biztos? Biztos. Ráteszed a szemüveget? Igen. Kétszer is? Igen. De én már nagyon félek. Megnyomtad? Igen. Mély egyetértésben a szövetség tagjai, a futrinka valóban egy bogár. Igen, jaj, a futrinka tényleg hazánkban fokozottan védett bogár, teljesen fekete, kicsit fényes. Tehát helyes volt mind a két válasz, azaz választhattok területet. Szuper, én kezdek, akkor hát a varázslók szikláitól vigyük el. Varázslók sziklái Luigi-nak, Évinek. Szerintem a békeföldje maradt. Jaj, az jó is. Istenem, a békeföldje. Végre. Végre. Végre nem tud visszamenni a sziklákhoz. A békeföldjét tudtam, hogy megint megtámad. Haragszik rá. A hetedik kör következik. Mikor változik át Lupin professzor vérfarkassá a Harry Potter és az Azkabáni fogoly című könyv? Ezt talán tudom. Napfogyatkozáskor, csillaghulláskor, vagy minden pénteken, vagy teliholdkor. Telihold, 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 vérfarkas. Teliholdkor. Igen. Teliholdkor, valóban ez a helyes válasz. Lupin professzor, teliholdkor változik át vérfarkassá. Vagy amikor a Gó nevű táblajátékkal játszik. Az a másik, akkor is egy kicsit bevadul néha olvasni. Következő részben van.
Mész a békeföldjét. És akkor én persze a békeföldjét szeretném visszakapni. Köszi, drágám. Békeföldje Évinek. Azt nézem, hogy a feneketlen tóval járok szerintem a legbiztosabban. Úgyhogy a feneketlen tót, tavat szeretném kérni. És igen. A sötét nagyúr. Megint békeföldje. Fogadjuk. A békeföldjét. Ha esetleg most mind a ketten jól válaszolunk, akkor egy szarvat le tudunk törni. Viszont nézzétek a pontszámokat. 3600 pontotok van, a sötét nagyúrnak viszont csak 2400. Hát nagyot fordítottatok a játékon. Jön a következő kérdés. Az alábbiak közül melyik nagyváros nem létezett soha? Atlantis. Kurszkgrád, Volgográd, Sztálingrád vagy Leningrád? Stalingrád. A legelső, még nem igen. Láttam, de... Az biztos, hogy nincs Kurszki. Volt az a tenger alatt járó, a Kurszki. Igen, Kurszgrád. Kurszki. Valóban Kurszki. Volt egy ilyen tenger alatt járó, nagy port kavart az a hír, amikor ugye elsőjött 2000-ben. Kurszk nevű város pedig létezik. Az igen, de nem Kurszkgrád. És igaza van Évinek, ez a helyes válasz, tehát Kurszk valóban van, de Kurszkgrádról az nincs. Nem hallottunk sosem. Választhat is Luigi békeföldje, magányos hivatag, nyugati kikötő vagy jó reménységből. Kezdjünk el támadni, anyu? Old meg! Ne, mondj valamit. Igen. Jó, akkor magányos hivatag. Magányos hivatag. Igen. Évi. Én akkor nekem mi marad? A békeföldje. A békeföldje, ott megnyugszom. És lássuk a támadást, visszaveri-e a sötét nagyúr? Na. Bizony. Hú, megmaradt a békeföldje. Jaj, de jó. Utolsó előtti kérdés következik. Hagyományosan milyen színű a tánckar tütüje a Hattyúk tava című balettben? A csupasz piszta jutott az eszembe sajnos. Kék, piros, zöld vagy fehér? Hát anyu, Hattyúk. Akkor biztos, hát fehérek, piros. A szóló táncosé biztos fehér, csak hogy a tánckar... Gyorsan. Kék. Te ős fehérek. Már késő. Én bíztam benned. Te, aki ugye hát az opera fő bérletével rendelkezel és a Hattyúk tavák előadásán mindig ott vagy, a harmadik sorban szoktál ülni. Ezután nem merem elmondani, hogy mi a helyes. A fehér. Hát én biztos, hogy fehéret ütöttem volna. De miért nem ütötted? Hát mert annyira meggyőzően győztél meg, hogy kékben táncol, spiccelve. A szóló táncos tuti, hogy fehértem, mert ő a főhagyma. Tényleg? Persze. Ezt egy 17 másodperccel korábban mondtad meg volna. A folyó. Csajkovszki első balettjában a tánckor tütője fehér. Persze. Anyu, tökre szeretlek, tényleg, menő. Ami azt jelenti, hogy kész, hogy ebben a körben háromszor léphet és akkor a sötét. Vége a játékunknak, anyu. De igen. Szerintem jót harcoltunk egy ilyen kérdésen lebukni. A békeföldjét választja. A varázslók szikláit. És az én tornyom. Még nézzétek a pontszámokat, 3200-vel még mindig vezettek. Egészen addig, amíg vége nincs a játéknak. Igen, ennyire nem lehetek hülye, de... És a játék ezzel a nagy fekete porfelhővel. Gyönyörű. Hát ilyen gyönyörű. A világon nincs. Vége. Ez azért van, Iza, ne haragudj, mert egyből megerőlegezted ezt a fekete ruhát. Ah. Tehát miért nem fehér van rajtad, mint a tütű? Egyébként a második felvonásban felbukkan a fekete hattyú, csak szólok. Hallod, anyu? Tudom. Fekete? Igen, tudom. Tehát ez is lehetett volna egy nagy segítség, igen. Hát nagyon sajnálom. Így ekkora égést? Nem. De. Ez akkora égés. Örülök, hogy játszottatok az velem. Az a végső, go. 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 Nagyszerű játék volt, és nagyon örülök, hogy ilyen vidámak vagytok így a végére is. Én remekül szórakoztam. Nincsen, meg kell nézni még egyszer ezt a ballettet. De új koncepcióval, kék ruhát. Itt a zöld háttér előtt várunk át. Tényleg voltunk gyerekek, úristen. Elég sokat nem tudtunk. Sajnos van, hogy a jók nincsenek elegen a rosszak ellen. Ilyenkor jövünk mi? Biogája. Reméljük, hogy ti is jól szórakoztatok.
Nézzétek meg a korábbi szövetségadásokat is, és iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a legújabb videóinkról!